Változik a zuglói adórendelet. Folytatódik a helyi nyugdíjasok ingyenes úszását lehetővé tevő program. Felújítják a házi orvosi rendelőket. Lombkomposztálókat helyeznek el a kerület 3 pontján. Ezek a lakosságot közvetlenül is érintő döntések a zuglói önkormányzat szeptember 17-i ülésén születtek meg, ahol persze számos más fontos, az életet, a gazdálkodást alapvetően befolyásoló ügyet is megvitattak a képviselők. Egy perces néma felállással emlékeztek meg az ülés kezdetén a nemrég elhunyt Kamuti László vívóról, a BVSC korábbi szakosztályvezetőjéről. Ezután, és még a napirend elfogadása előtt két képviselő, a Momentumos Kisné Szivcsovics Nikolett és a Kétfarkú Kutyapárt színeiben megválasztott Viktora Zsolt is szóba hozta a Rákospatak utca és a Csömöri út kereszteződésében, ahogy ők fogalmaztak, a semmiből kinőtt betonkeverő üzemet, annak forgalomnövelő, szennyezést okozó működését. Tiba Zsolt jegyző reagálásából kiderült, hogy az üzem gyakorlatilag támadhatatlan. A helyi hatóságnak szinte semmilyen jogköre nincs vele kapcsolatban. Legfeljebb az általa okozott zaj mértékét figyelheti, teheti szóvá. A Momentumos képviselő az újpalotai felüljáró felújításának elhúzódására is kitért. Horváth Csaba, MSZP-s polgármester szavaiból kiderült, hogy a szakemberek csak a műtárgy megbontásakor jöttek rá, hogy a sokkal rosszabb állapotban van a vártnál. Ezért a felújításért felelős fővárosnak további munkákra kell megbízást adnia, és az építkezés is legalább 1-1,5 évig fog tartani. A zuglói rendőrkapitányság, illetve a társasági formában működő kerületi intézmények beszámolói kerültek ezután a képviselők elé. A zuglói ZRT, a Cserepes Nonprofit Kft. És más intézmények mérlegbeszámolóinak elfogadására a számviteli törvény előírásai miatt van szükség. Ám ezek a formálisnak tűnő napirendek is alkalmat adtak tartalmi kérdések és észrevételek megfogalmazására. A szocialista Pécsi Diana a rendőrségi téma kapcsán beszélt arról, hogy szerinte csökkent a közbiztonság érzése. Kisné Szivcsovics Nikolettet az állomány érzékenysége érdekelte a családon belüli erőszak esetei iránt. A civil zuglós Várnai László pedig a Tanya utcai körzeti megbízotti iroda, illetve a konténer irodák kihasználtsága felől kérdezett. Vida Attila, LMP-s képviselő az esetleges létszámgondokat firtatta, illetve azt, hogy segítene ezen, ha a kerület a rendőrök lakásgondjainak megoldásába is beszállna. Dr. Váradi Attila rendőr alezredes kapitányság vezető szolgált a válaszokkal. Ez szerint a Tanya utcai irodát nem használták, ezért visszaadták a kerületnek. A Füredi úti konténerirodában pedig fogadóórákat tartanak. Elmondta, hogy a Budapesten szolgáló rendőrök többsége vidékről került ide, ezért a lakhatás támogatása erős vonzó tényező lehet. A társasági formában működő kerületi intézmények beszámolói között szerepelt a Zuglói Filharmónia Nonprofit Kft. Is. Ez szolgált apropóként Várnai László számára, hogy arról érdeklődjön, valóban átveszi-e az állam a kerülettől a zenekart. Horváth Csaba polgármester azt mondta, a leánykérés tavasszal megvolt, a lány igent is mondott, de azután a vőlegény nem jelent meg. Reméli, hogy a zavart csak a pandémia okozta, s a Fried januárig megköthető. Változott az országos jogszabály, ezért módosítani kellett a zuglói helyi adórendeletet is. Az év második felében már nem kell építményadót fizetni a reklámhordozó felületek után. Ez az egy tétel az idén 60 millió forintot vesz ki zugló büdzséjéből, jövőre pedig a teljes 2021-es év során 120 millió forint lesz a kiesés. Gyorsan elfogadták azt a javaslatot a helyi képviselők, amely alapján folytatódik az együttműködés a BVSC úszodájával, azaz a helyi nyugdíjasok ingyenes úszoda használatát jelentő program. Inkább politikai jellegű, kevésbé szakmai eszmecserét folytattak a képviselők azon előterjesztések kapcsán, amelyekkel villanyáram és földgáz vásárlására meghirdetett közbeszerzések eredményéről döntöttek, illetve közbeszerzést írtak ki a házi orvosi rendelők felújítására. A vita magja szinte minden esetben az volt, kinek az érdeme a megtakarítás, vagy a beruházást finanszírozó pénz. Az energiavásárlások kapcsán Várnai László kért szót, hogy elmondja, a civil zugló már 2017-ben versenyegyeztetést javasolt az ár letörésére. A késedelem miatt szerinte azóta egy óvoda árától esett el a kerület.
Hajdú Flórián szocialista alpolgármester ezt visszautasította, mert hosszas szakmai előkészítés zajlott, a polgármesteri hivatal már régen elkezdte a versenyeztetés előkészítését. A rendelő felújítások esetében a frontvonal a Fidesz és az összes többi párt között húzódott. Rozgonyi Zoltán, a kormánypárt helyi frakció vezetője ugyanis a kormányt méltatta azért a 807 millió forintos juttatásért, amiből 607 millió forint fordítható a felújításokra. A további 150 millió forintból egészségügyi eszközök vásárolhatóak, ezek a zuglói egészségügyi szolgálatot fogják segíteni. Horváth Csaba emlékeztetett, hogy más költségvetési sorokon a kormány legalább ennyi pénzt el is vont Zuglótól. Rozgonyi Zoltán erre a Covid-járvány miatti kényszerű megszorításokkal vágott vissza. Szerinte mindjárt egy csónakban ülünk. Ekkor azonban Rózsa András momentumos alpolgármester riposztozott így. Furcsa dolog a Fidesz részéről a közös csónak emlegetése, mi ugyanis nem szoktunk jaktozni. Rozgonyi ezután így folytatta. A Momentum számoljon el végre az ÁSZ felé. Az előterjesztéseket végül változatlan formában fogadta el a testület. Akkor csillapodtak kissé az indulatok, amikor a zuglói zöld felületek karbantartására kiírandó pályázattal kezdtek foglalkozni. Többen azt javasolták, hogy külső cég megbízása helyett saját vállalkozásra bízzák ezt a munkát. Ezen a véleményen volt Viktora Zsolt és Rózsa András is. Ám Hajdú Flórián nekik felidézte, hogy korábban már vizsgálták ennek lehetőségét, ám a külső cég megbízása bizonyult hatékonyabbnak. A szocialista Bicskei Bence is arról beszélt, nem támogatja, hogy több kisebb cég kapja meg ezt a feladatot, volt már ilyen, és nem vált be. Szabó Rebeka, a Párbeszédet képviselő alpolgármester szerint nagyon sok a félreértés azzal kapcsolatban, hogy mit is jelent a zöld felületek gondozása. Ezért szükség lenne egy felmérésre, amely a lakosság elvárásait, elégedettségét vizsgálná. Várnai László a munka drágulása miatt, szerinte ugyanis több év alatt csak nem a háromszorosára ment fel az ár, egyenesen a napirend elnapolását kérte, ezt azonban elutasították. Döntött a kerületi önkormányzat arról is, hogy 3 lombkomposztáló keretet helyeznek el a kerületben azért, hogy a kerttel nem rendelkezők oda vihessék a zöld hulladékukat. A fideszes Rozgonyi Zoltán lakonikus minősítése szerint ez egy marhaság. Inkább házhoz menő zöld hulladék elszállításra lenne szükség. Az előterjesztő Szabó Rebeka alpolgármester hangsúlyozta, kísérleti jellegű intézkedésről van szó, kíváncsiak a fogadtatására. A javaslatot a testület elfogadta.